Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Többek között megújul az infektológia, amit a nézők láthatnak is itt a háttérben, de megújul és új köntöst ölt majd hamarosan a pulmonológiai osztály, illetve többek között a belgyógyászat is. A Fejér megyei Szent György kórház teljesen meg fog újulni, és ezt hamarosan tapasztalhatják majd a paciensek, a betegek, az ideérkezők. Ezzel foglalkozunk bővebben a mai esti mérlegben. Tartsanak velünk! A sikeres tárgyalásokat és az egyeztetéseket követően hamarosan elindulhat a kórház fejlesztése. 4 évvel ezelőtt a Modern Városok program keretében döntött a kormány 7 milliárd forint biztosításáról az új belgyógyászati tömb kialakításához. A projekt részét képezi több száz parkolóhely létesítése is, a kiviteli tervek készítésére és a kivitelezési munkák elvégzésére 2018 tavaszán indult meg a közbeszerzési eljárás. Itt azért időben vissza kell nyúljunk egy kicsit. Évekkel ezelőtt fogalmazódott meg abban az a fajta szakmai koncepció, megvalósítható szakmai koncepció, ami mentén itt fejleszteni tudjuk az épületeket és az eszközparkot. Nyilvánvalóan az intézmény több mint 14 milliárd forintos fejlesztési perióduson van túl. Ugye fejlesztettük a műtőblokkunkat, az intenzívünket, a kardiológiánkat és sok-sok más szakmát érintett, de nem érintett nyilvánvalóan értelemszerűen minden területet. Azok a területek, amelyek most fejlesztésre kerülnek, azok a korábbi fejlesztésekből kimaradtak, ezek pedig a pulmonológia, az onkológia, az infektológia területei elsősorban, melyek egy új tömbbe kerülnek elhelyezésre, és emellett bizonyos épületeket, illetve olyan infrastruktúrákat, mint például a hosszú folyosónk az épületeink között, ami a zárt betegutakat biztosítja, fogjuk megújítani. Plusz még ugye érezzük mi is az igényt és minden napjainkban azt, hogy a parkolási lehetőséget is javítanunk kell. Ezt is meg fogjuk tenni, több száz új parkolóhelyet fogunk létesíteni az intézmény területén. Nagyjából mikor várható, hogy a munka esetleg majd most már elindul? Tervezési fázisban vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez azért évek, mire ez tető alá kerül. Hát nyilván itt számos jogszabályi kötöttség, közbeszerzés, azért nyilván a szakmai vetületek pontosítása, és hát maga a kivitelezés, ami időigényes. Amikor elkezdődik a munka, azt hogyan kell elképzelnünk? Fizikálisan újul meg minden, vagy és emellett esetleg majd eszközparkbővítés is lesz? Ezt hogyan kell elképzelni? Ez elsősorban egy infrastruktúrális fejlesztés lesz, természetesen eszközökkel, bútorokkal, mindennel, de ez mondjuk 2-3 év múlva, mire ez realizálódik, és tető alá kerül, és működésbe lép, ez nyilvánvalóan az egész kórház megújulását jelenti, és én azt gondolom, hogy hosszú-hosszú évtizedekre ilyen jellegű problémája nem lesz az intézménynek. Tudni kell, hogy egy olyan intézmény megújításáról beszélünk, amely az országban igen kiemelkedő betegforgalmat menedzsel és bonyolít le, és ha csak a sürgősségi kapunkat kiemelem, akkor az év 365 napjából 360-on ebbe az intézménybe lép be a legtöbb beteg az egész ország minden intézményét figyelembe véve. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat, és nagyon nagy szervezési felelősséggel járó folyamat, hiszen a betegutakat akkor is biztosítanunk kell, amikor itt építkezés lesz. Hogy kell azt elképzelni, hogy azokból az épületekből, amikből átköltöznek, ott esetleg azon a területen mi fog történni? Hát ez egy folyamat. Már most elkezdődtek tulajdonképpen azon osztályoknak a költöztetései, amelyeket érinteni fog ez a fajta fejlesztés. Amikor ezek például a pulmonológiát az egyszerűbben követhető talán mindenki számára, amikor azt az épület bontásra kerül, akkor nyilvánvalóan ez az osztály egy másik, például a C épületünkben lesz elhelyezve. Mindenfajta vetületében odafigyelünk persze annak az intenzív igényére és mindenfajta ellátási szükségletének a kielégítésére. Kellemetlenségekkel fog járni. Nyilvánvalóan ilyenkor a szakmát megszervezni, a betegutakat biztosítani, az nem ugyanaz, mint amikor békeidőben dolgozunk és hozzászoktunk valamihez sok-sok évtizeden keresztül, de a célt kell nézzük, és a cél az pedig egyértelműen az, hogy be kell újuljunk még ekben az infrastruktúráinkban is, dacára annak, hogy ugye számos területen már megújultunk, azok is jártak egyébként kellemetlenséggel, és nyilvánvalóan volt, aki érzett belőle valamit, volt, aki nem, de összességében elértük a célt, és a legkiválóbb körülmények között gyógyíthatunk. Mennyi beteget lát el nagyságrendileg, hogyha lehet kérdezni, a megyei kórház hogyan tudjuk ezt elképzelni? Járó és fekvő eseteinek az összámát tudom megmondani, az több mint 2 millió évente.
Modern Városok program kapcsán egy kicsit beszéljünk még, hogy hogyan is függ össze maga a program évekkel ezelőtt, vagy évek óta mondjuk inkább így a kórházzal kapcsolatban. A várossal való együttműködésünk, én azt gondolom, mindig is példaértékű volt, és mindig is közösen gondolkodtunk. Nyilvánvalóan, amikor egy Modern Városok programnak a részesei lehettünk, az a közös gondolkodást erősíti meg, hiszen a város és a kórház együtt határozta meg azt az egészségügy területén szükségszerű fejlesztési évet, amit mi most meg fogunk oldani. A fejlesztés a nővérszállót is érinti. A szállónak a helyzet, ez egy 1983-ban vagy 4-ben épült nővérszálló, ami nyilvánvalóan azért nagyon fontos számunkra, hiszen a humán erőforrás, aki itt dolgozik, szakdolgozók, orvosok és bármilyen egyéb területen lévők, lakhatását megoldjuk ezáltal, a helyben tartását, a komfortérzetét javítsuk. De azért az a szálló, ami 83-ban épült, nyilvánvalóan infrastruktúrálisan mára-már elavult. Ezért 600 millió forint körüli fejlesztést fogunk eszközölni a szálló kapcsán, a teljes infrastruktúra meg fog újulni, és ez is egy példa arra, hogy egy év múlva megújult új infrastruktúrába költözhetnek vissza a lakók, de menet közben nyilvánvalóan és az együtt gondolkodásra, a várossal való együtt gondolkodásra jó példa lehet, ha azt megemlítjük, hogy a Lébényi úti kollégiumba kerülnek elhelyezésre azok a dolgozóink, akik ezt igényelték erre az átmeneti periódusra. Ami nyilván az átmenet alatt nehézség, ezt mindnyájan tudjuk, viszont a cél az teljesen egyértelmű, a humán erőforrásnak azokat a lakhatási körülményeket hosszú távon tudjuk biztosítani, amitől ő itt fog maradni és szeretni fog itt dolgozni nálunk. A projekt mintegy 13,8 milliárd forintból valósulhat meg. A fejlesztés jelentős előrelépés a kórház és a betegek számára a jelenlegi állapothoz képest, és a rendelkezésre álló pénzügyi forrással immár minden akadály elhárult, megkezdődhet a munka. Mindez az elmúlt években megkezdett szakmai program folytatása, amely az ellátás magas színvonalú biztosítása, a térséget kiszolgáló kórház fejlődése miatt is kiemelt fontosságú. Gondolom, hogy érdemes egy kicsit időben visszamenni, és emlékezetünkbe idézni, hogy mi történt az elmúlt 10-15 évben a kórház felújítása kapcsán ilyen döntések születtek. Arra visszaemlékezhetünk, hogy 2010 előtt mind a pólus kórházfejlesztés, mint pedig a struktúraváltó kórházfejlesztés az akkori szocialista vezetésű kormányok nem támogatták, így 2010-ben a hivatalba lépő Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett kormány egyik első döntéseként hozta meg azt a határozatot, amelynek értelmében a struktúraváltó felújítás, fejlesztés kapcsán megépélhetett az a diagnosztikai tömb, ami több blokkal és az intenzív őrzőkkel, amely már évek óta áll és szolgálja székesfehérvári betegeket. Mindösszesen ez volt 8,5 milliárd forint ez a fejlesztés, de mindösszesen a különböző fejlesztésekkel az intenzív, a műtőblokk, a kardiológia megújítása, a sürgősségi betegellátó felújítása, és még sorolhatnánk az apró fejlesztéseket, mindösszesen 15 milliárd forint fejlesztést jelentettek. A mostani előttünk álló fejlesztés a Modern Városok program keretében valósul meg. 2016-ban megítélte a kormány a 7 milliárd forintot, ezt a kórház fejlesztésére a kórház meg is kapta, de ez már tudjuk, hogy nem lesz elég az újabb épület felépítésére. Utólagos forrásigény szükséges a beruházási ügynökség készít elő azt a feltételes közbeszerzési eljárást, aminek alapján a mintegy második 7 milliárd forintról a kormány dönthet, és akkor megépülhet az az épület, amely a pulmonológiát, az infektológiát és a hematológiát látja majd otthonául. Ezen kívül, ami azt gondolom, hogy nekünk fehérvárjunknak nagyon fontos, hogy ennek a fejlesztésnek a része külső parkolók építése is. Ezt a kórház ettől a nagy beruházástól függetlenül
végzi, elindította a lebonyolítást, elindította a közbeszerzést, és várhatóan ebben az évben, ha megszületik a döntés, akkor a parkolók a Madács utcánál és a Seregélyi Kihindai út találkozásánál több mint 200 parkoló megépülhet, ami könnyebbé teszi a kórházba és a rendelőintézetbe érkezők életét. És az épület, a nagy épület felépítésével majdnem teljessé válik a tömbkórház, megújul az a bizonyos folyosó is, ami összeköti az épületeket, és meg fognak újulni azok az épületek is, amelyek megmaradnak és tovább szolgálják a gyógyítást majd. Nagyon fontos ezek közül, a fejlesztések közül kettő. Az egyik nem a kórház területén van, a nővérszálló felújítás, ami mintegy egy évet vesz igénybe, és méltó körülmények közé térhetnek majd vissza a nővérek és orvosok, akik szakápolók, akik ott laknak, az ő türelmüket és megértésüket kérjük arra az időre, amíg mintegy egy évig a felújítás zajlik. És a modern kor lehetővé tette, hogy olyan kisebb beavatkozásokat, amelyhez nem szükséges többnapos ápolási idő, egy egynapos sebészet keretében végezzenek el a kórházban. Ez is megvalósul. Reményeink szerint még idén a szülészeti épület harmadik szintjén egy önálló egynapos sebészeti részleg alakul ki felújítással és az eszközök beszerzésével. Korszerű, fenntartható épületben kapnak majd helyet a pulmonológiai, az onkológiai és az infektológiai osztályok, és az ezekhez kapcsolódó ambulanciák, gondozók. Az új kórházi tömb a függő folyosónak köszönhetően, amely szintén megújul, közvetlen kapcsolatban lesz a sürgősségi fogadóhelyjel, diagnosztikával. Emellett a belgyógyászat, a reumatológia, a bőrgyógyászat és a hematológia két felújított épületben kap majd helyet, de lesz mód az ápolási osztály kapacitás bővítésére és az új eszközök beszerzésével az ellátás színvonalának növelésére is. A nagyszabású beruházás során 5 épülettömbben megújul, illetve ahol még nincs ott, kiépítik a légtechnikai rendszert. A gazdaságosan nem felújítható, üresen álló épületeket lebontják, és megkezdik a nagyszámú parkolóhelyek kialakítását. A tervek szerint néhány évet vesznek igénybe a munkálatok. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is. Viszontlátásra!